Forgalmazója a tíz éves óramű Kft. Mundájmonc, gyémánt és színes drága kőjégszerek. Na hát 200 évvel ezelőtt halt meg Bonaparte, Napóleon császár. A minél régebbre megyünk vissza az időbe, annál kevesebb markáns mondást. Találunk van néhány hadvezér és néhány uralkodó, akitől Csada. van jó pár, de... Hát nem, én azt tapasztaltam. Ez még egyszer, minél távolabb megyünk vissza, annál kevesebb markáns mondás van, ne viccelj. Ha van mindenkinek egy vagy kettő, de az, hogy... Tele van a markáns mondásokkal a görög filozófia például. Hát jó, most nyilván a filozófusok, de hát abból is egy... egy nagy... Na jó, mindegy, értem. Tehát Konfuciusz, hát ezt lehet... jó szemet kimeríthetetlen. Hát nyilván, ők, az, a az a néhány, néhány filozófus, az a néhány császár. De a 20. századból, a tömegkultúra terjedésével, stb. stb. meg vannak figurák, meg azért a, a szórakoztató, viccesebb kategória az is jóval később jelent meg. Na mindegy, Napoleontól rengeteg idézni való lehetne, ezért gondoltuk, hogy elővesszük a halálának 200. évfordulója. És figyelj csak, te így fogod előadni ezt, ahogy ebben a pozícióban a híres képen, ahogy Napóleon ül a széken, ilyen hányaveti módon félkarját hátradobba a válfán. Nem, nem én fogom előadni, te fogod előadni. Én, nekem kéne így, várjál, kem... ha megpróbálok -e helyezkedni, hogy így, valahogy így ül a Napóleon ilyen hányaveti módon, és akkor azt mondta, hogy egy szép nő tetszik a szemnek, egy tisztességes nő tetszik a szívnek. Az egyik ékszer, a másik kincs. Lehet, hogy ma már ezt így nem mondaná senki, de azért egy, 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 egy nagy felmagasztalásról van szó, azért nem? Hát szerintem ott a levelezésében a Napoleon elég sok érdekes mindent mondott. Úgyhogy az egyszer Katona Csabával kikutatjuk. <laughs> Jó, jo, oké. Okay. Jose, Jose, kapcsolatban miket mondott. Én úgy emlékszem, homályosan bár, de én úgy emlékszem, hogy ott így hosszan ecsetelt a, a terroir fogalmát is a testiségben, aminek ugye a modern verziója a Lene Fürödj című híres mémvideó, videó, hogy ne fürödjél le, lett, de hát a fene se tudja, hogy ez, ez igaza vagy nem. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Az aranyköpés támogatója a Mundájmonc ékszerek forgalmazója, a 10 éves óramű Kft. Mondáj gyémánt és színes drága kőékszerek. Egy jó ötlet, már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja